Íme adott 4 darab függvény, határozzuk meg mindegyiknek a derivált függvényét. Az első fx egyenlő x a 31-en plusz 1 per négyzetgyök alatt x az 5-en mínusz x plusz 10-es alapú logaritmus 2. Kérem szépen, a műveleti jelek az összeadás meg kivonás, ilyenkor azt tanultuk, hogy a deriválás az tagonként történik. Nézzük az elsőt, x a 31-en. X a 31-ennek a deriváltja az 31-szer x a 30-on. A második tagot azt át kell először alakítani, mégpedig azt, hogy 1 per négyzetgyük alatt x az 5-en, először alakítsuk úgy át fejben, hogy az 1 per x az 5/2-en, majd vigyük fel a számlálóba a hatványt, akkor ilyenkor a mínusz egyszeresére változik a kitevő, tehát átalakítva, deriválásra alkalmas alakra hozva az x a mínusz 5/2-en. Annak a deriváltja pedig mínusz 5/2-szer x a mínusz 7/2-en, hiszen kivonunk belőle egy egészet. Következő a mínusz színusz x. Mínusz színusz x-nek a deriváltja az mínusz koszínusz x, míg az utolsó tag pedig 10-es alapú logaritmus 2. Kérem szépen, ez x-től független érték. A 10-es alapú logaritmus 2-nek az értéke mindig ugyanannyi, akármennyi az x, tehát magyarul ez egy konstans. Konstansnak a deriváltja pedig 0. Így van. És akkor az elsővel készen vagyunk. Nézzük a másodikat. A gx függvény az x a harmadikon szorozva i ad x négyzet. Ez egy kéttagú kifejezésnek a szorzata, mindkét tagban van x, tehát x-től függő tényezők szorzatáról van szó, vagyis mondhatjuk azt, hogy ez egy szorzatfüggvény. Használjuk a szorzat deriválási szabályát, azaz először vesszük az első tagnak a deriváltját, az 3-szor x négyzet, szorozva a második taggal, tehát i ad x a négyzetem, plusz ugyanez fordítva, azaz x a harmadikont megszorzom a második tag deriváltjával, ami i ad x négyzet önmagában egy összetett függvény, tehát az, hogy i ad x négyzetnek külső függvény szerinti deriváltja, az egyszer leírom önmagát, hogy i ad x négyzet, amit még megszorzok a belső függvény deriváltjával, az pedig az x négyzetnek a deriváltja, tehát megszorzom még 2x-el. És akkor ezzel készen vagyunk a második függvénynek a deriváltjával is. Nézzük a harmadikat. Hát kérem, talán a három közül a legnehezebb. Ez egy többszörösen összetett függvény. Az i ad valami, az a külső függvény, a koszinusz a belső függvény, és a zárójeles kifejezés a kitevőben az a 2x minusz 2-ször x a minusz 3-szor x a minusz másodikon ő a legbelső függvény. Na nézzük akkor, ha külső függvény szerint deriválunk, akkor i ad valaminek a deriváltja, ha valamiben van változó, akkor azt le kell írni, hogy ez i ad valami, tehát kezdem azzal, hogy i ad, és lemásolok minden koszinusz 2x minusz 3-szor x a minusz másodikon. Megvagyunk a legkülső függvény deriváltjával. Most szorozzuk meg a közbenső függvénynek a deriváltjával a belső helyen, tehát koszinusznak a deriváltja az mínusz színusz, tehát leírjuk, hogy mínusz színusz, és mindent lemásolunk, tehát mínusz színusz, zárójelben 2x mínusz 3-szor x a mínusz másodikon. És ezt megszorozzuk a legbelső függvénynek a deriváltjával, tehát a zárójeles kifejezésre koncentrálunk, 2x-nek a deriváltja az 2, még a mínusz 3x a mínusz másodikonnak a deriváltja pedig plusz 6-szor x a mínusz harmadikon, ne felejtsük el, csökkentjük a kitevőt. És akkor ezzel megvan a harmadik példánk is. Nézzük a negyediket. A negyedik feladat az egy hányados, számlálóban is nevezőben van x, tehát a deriválási szabályok közül a hányados deriválási szabályát fogjuk alkalmazni. Először kell nekünk a színusz 2x-nek a deriváltja, ő önmagában egy összetett függvény. Tehát amikor a színusz 2x-et deriváljuk, akkor leírjuk, hogy koszínusz 2x szorozva a belső függvény deriváltjával, tehát 2. Esetleg föl is írhatjuk, hogy ő itt a színusz 2x-nek a deriváltja, így van. És ezt megszorzom a nevezővel, az 1 plusz x-el, mínusz, mondja a szabály, most lemásolom a számlálót, színusz 2x, és megszorzom a nevező deriváltjával. A nevező deriváltja az 1 plusz x-nek a deriváltja, az 1-nek a deriváltja 0, az x-nek a deriváltja 1, tehát szorzom 1-gel, írjuk is ki azért, hogy legyen ott, így van. És az egészet osztjuk, mondja a hányados deriválási szabálya a nevezőnek a négyzetével, tehát az 1 plusz x a négyzetennel. Ezzel, hát még lehetne alakítgatni, mert, de készen vagyunk a 4 feladattal.